Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Február 14-e van, a Bálintok és a Valentinok ünneplik névnapjukat. Ezen a napon ünnepeljük a szerelmeseket, a jó barátokat és mindazokat, akik szeretik egymást. 522 éve Bálint napján kezdődik a tavaszi munka a ház körül és a gyümölcsösben. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Leleplezték Garai Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén a Korzó 11-es szám alatt. Több mint 67 ezer szerbiai kettős állampolgár vehet részt az április 3-i magyarországi választásokon és népszavazáson. Nem csak az idősek halhatnak bele a koronavírus fertőzésbe, Belgrádban nemrégiben egy 46 éves férfi vesztette életét. Bálint nap van, egymást ünneplik a szerelmesek. Leleplezték Garai Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén a Korzó 11-es szám alatt. Az állami és Sztéria díjas rendező és teatrológus ma lenne 125 éves, halála óta pedig 35 év telt el. Garai Béla 1897-ben született Szabadkán. Itt ismerkedett meg a színház világával, és itt kezdte meg pályáját, majd a mai Magyarország több településén is tevékenykedett. 1924-ben tért haza, hogy újra szervezze a Népkör színtársulatot, ahol játszott és rendezett. 1945-től a Helyi Népszínház színészrendezője, alapító tagja volt. Nyugdíjba vonulását követően is a kulturális élet aktív résztvevője és alakítója maradt. Garai Béla életének és munkásságának jelentős része tehát szülővárosához, Szabadkához kötődik. Évtizedeken át élt ebben a házban, itt a Korzó 11-es szám alatt. Nem véletlen tehát, hogy az emléktábla is ennek a falán kap helyet. A tábla leleplezésén dédunokája Godányi Csaba is jelen volt, akinek máig élő emlékei vannak Garai Béláról. Közel laktunk, tehát jöttünk-mentünk. Állandóan ugye a magyar nyelvről, a magyar nyelv megtartásáról, a szép magyar beszédről, a színházról, és hát igen, a család, az együttlét az volt a legfontosabb ugye számára is. Garai Béla közösség és színházteremtő tevékenységét Olá Tamás teatrológus idézte meg. Egy régi színházi közmondás azt tartja, hogy a színész 20 éves korától 30 éves koráig tanul, 30-tól 50-ig szeretkezik, és 50-től kezdve emlékezik. Ezekkel a szavakkal kezdi kötetnyi önéletrajzát a vajdasági magyar színjátszás egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb alakja, Garai Béla, aki egy szemében volt színész, rendező, színigazgató, színházi történetíró és szerkesztő. A 20. századi vajdasági magyar kultúra alakulás történetének tanúja és formálója. Dr. Pásztor Bálint, a szabadkai VKT elnöke egyebek mellett arról szólt, hogy Szabadka eddig is igyekezett, és a jövőben is igyekezni fog, hogy méltó emléket állítson nagyszülötteinek. Az emléktáblák és szobrok mellett pedig itt az idő, hogy utcák is felvegyék nagyjaink nevét. Van már szobra Bíró Károlynak, vannak emléktáblái Vermes Lajosnak, ahogy említettem, Székely Tibornak is, és mától Garai Bélának is lesz. Nagyon sokaknak tartozunk még, és ezt az adósságot igyekszünk majd leróni. Úgy is, hogy felújítjuk Bíró Károly polgármester házát, úgy is, hogy utcát nevezünk el róla. A most leleplezett Garai emléktábla a VM4K, a Szekeres László Alapítvány és a VMMS megemlékezés sorozatának első állomása. Ha nem ismerjük a múltunkat, hogyha nem tudunk ebből megmerítkezni, akkor nagyon nehéz lesz azt annak a felnövekvő, itt felnövekvő generációnak is megmutatni, hogy hogyan kötődjünk ezer szállal a városhoz, a szülőföldünkhöz és a nemzeti értékeinkhez. A megemlékezés sorozat részeként szabadtéri, kötetlen hangulatú szakmai kerekasztal beszélgetéseket is tartanak majd Garai Béla munkásságáról. De mi az az ő hagyatékában, amit érdemes lenne átemelni a mai szabadkai színjátszásba? Az arány, az arányosság, a belső esztétikai iránytű az, amit Garai Bélától újra meg kell tanulnunk, vagy amit Garai Bélától újra kölcsön kell vennünk ahhoz, hogy
egységben és egymással békében a különböző irányok létezni tudjanak a színház és a kulturális életben. Az ünnepségen a család és a szakma képviselői mellett részt vett Szabadka polgármestere Sztyeván Bakić, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke Pásztor István, valamint az MNT vezetője Hajnal Jenő is. Választások 2022. Több mint 67 ezer szerbiai kettős állampolgár vehet részt az április 3-ai magyarországi választásokon és népszavazáson, közölte Nagy Attila. A Nemzeti Választási Iroda elnöke a szabadkai magyar főkonzulátuson tartott sajtótájékoztatón ismertette, a levélszavazati csomagokat március közepén kapják meg az igényelt címre a magyarországi választásokra regisztrált kettős állampolgárok. Azok a kettős állampolgárok, akik még nem regisztráltak, vagy adataikat módosítani szeretnék, ezt március 9-ig tehetik meg. Március 10-e után pedig már érkeznek majd a lakcímre, vagy a főkonzulátusra a szavazati levélcsomagok. A pontosan a magyar személyi okmányban szereplő adatokkal kitöltött, majd gondosan lezárt borítékokat postára lehet adni, vagy személyesen elvinni a szabadkai magyar főkonzulátusra, illetve a választás és a népszavazás napján Magyarországon is át lehet adni. Újdonságnak számít, hogy az íveket a főkonzulátuson is ki lehet tölteni. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy akinek nehézséget okoz az azonosító lapoknak a kitöltése, azonosító lapnak az értelmezése, az nyugodtan fáradjon ide be, és a konzulátus munkatársai ebben segíteni fognak. És ezt követően a szavazás titkosságát biztosító körülményekkel berendezve egy szavazó helységben tudják leadni a szavazatokat és a levél szavazat csomagot lezárni és itt hagyni, és innen a konzulátus munkatársai a Nemzeti Választási Irodához be fogják ezt hozni. Nem csak a parlamenti választáson, hanem a népszavazáson is részt vesznek a külhoni magyarok. A belső kisborítékba mind a két szavazólapot, amit kapni fognak, egyrészt az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó pártlistás szavazólapot, másrészt pedig a 4 népszavazási kérdést egy lapon tartalmazó népszavazási szavazólapot, legyenek kedvesek kitölteni, mind a két lapot összehajtani és a belső borítékba behelyezni, és a borítékot jól bezárni. Ha nyitva marad a boríték, a szavazat nem érvényes. Azok a szerbiai magyar kettős állampolgárok, akik külföldön dolgoznak, például valamelyik nyugat-európai országban március 9-ig kérhetik a lakcím módosítást, így a szavazati levélcsomagot ideiglenes tartózkodási helyükre kapják, és a válaszborítékot postán vagy a legközelebbi magyar konzuli kirendeltségen adhatják át. Ugyanazon a napon Szerbiában is választások lesznek. Akinek magyarországi lakcíme van, és egyébként szerb állampolgár is, és itt is fog szavazni a szerb választásokon, lehetősége van arra, hogy a szabadkai külképviseleten gyakorolja a magyar választójogát is. Tehát a szabadkai külképviseleten lehetősége lesz mind a népszavazási szavazólap, mind az országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan nem csak a pártlistás, vagy nemzetiségi listás szavazólap, hanem a lakcíme, a lakóhelye, magyarországi lakóhelye szerinti egyéni jelöltre való szavazat leadására is. Amennyiben a családban elhalálozás történt, azt jelenteni kell a Nemzeti Választási Iroda felé, hogy az illetőt töröljék a választási névjegyzékből. Elkezdődött a választási kampány Magyarországon, ezzel együtt az egyéni választókerületek jelöltjei megkezdték a támogató aláírások gyűjtését. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint 7 héttel a parlamenti megmérettetés előtt a magyar választópolgárok körében továbbra is a Fidesz-KDNP pártszövetség a legnépszerűbb. Magyarországon szombaton hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak. A parlamenti választást április 3-án tartják, ezzel egy időben népszavazás is lesz. A törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. A választópolgárok egyéni választókerületi képviselőjelölteket ajánlhatnak a parlamenti választásra. Szombaton a képviselőjelöltek már átvehették az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól, és ezeken az íveken gyűjthetik a polgárok ajánlásait. Egy személy több jelöltet is támogathat. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke évértékelő beszédében Budapesten, a Várkert bazárban a választásokról is szólt. Arra kérem önöket,
hogy a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbéremelést. Nem szavazta meg a családi adóvisszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket. Elsőként a Fidesz jelöltjei gyűjtötték össze a 106 egyéni választókerületben az induláshoz szükséges ajánlásokat. Ez az ellenzéki képviselőjelölteknek is sikerült. A törvény szerint egyébként 500 érvényes aláírás elegendő a képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéhez. Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje egy kampány rendezvényen egyebek között a következőket mondta a programjuk egyes részeiről. Megvan az a program, egy nagyon komoly szakértői csapat, amelynek Fazekas Attila éppenséggel a nemzet politikáért, nemzet stratégiáért felelős tagja. Megvan az a szakértői csapat, amely felelős ígéreteket tesz csak, kidolgozta mindannak a pénzügyi fedezetét is, amit ígértünk. Az euró bevezetése 5 éven belül, az elszámoltatás, a csatlakozás az Európai Ügyészséghez. Pár óra alatt mind a 32 DK-s közös ellenzéki jelölt összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlásokat, jelentette meg közösségi oldalán Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője. Az egész országból azt jelentik, hogy az emberek sorba állnak az aláírópult előtt. Elkezdődött a kormányváltás utolsó szakasza. A mandiner.hu felkérésére a Real PR 93 nevű cég által február második hetében elvégzett közvéleménykutatás szerint egyébként vezet a Fidesz-KDNP, az ellenzék pedig jelentősen lemaradt a kampány kezdetén. A vasárnap közzétett adatok szerint a kormánypártokra a biztos szavazó pártválasztók 54%-a adná a voksát, az ellenzék közös listájára pedig 41%. Hozzátették, a kormánypártok támogatottsága nem változott december óta, az ellenzékre ugyanakkor most 4%-ponttal kevesebben szavaznának. Kitértek arra is, hogy a kisebb pártok együttes eredménye 1%-ról 5%-ra nőtt december óta. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Mi Hazánk Mozgalom 2-3%-on áll jelenleg. Választások 2022. Megkezdődött a Sabász-Loznica gyorsforgalmi út kiépítése a Loznicához közeli Novoszelo településnél. Az út 55 kilométeren épül majd ki. Ez egy olyan infrastruktúrális fejlesztés, amelyre az ott élők már évtizedek óta várnak. Az említett gyorsforgalmi út a Ruma-Sabász-Loznica autópálya része. A munkálatok kezdeténél Alekszandar Vucic is jelen volt. A szerb elnök bejelentette, hogy a Ruma-Sabász útszakasz jövő év szeptember végére készül el. Ez azt jelenti, hogy másfél év múlva Belgrádból Sabász 45 perc alatt, Belgrádból Loznicáig pedig 1 óra 10 perc alatt lehet majd eljutni. Az autópálya kiépítésének tervéről a szerződést még 2019. november 19-én kötötte meg Szerbia egy azerbajdzsáni céggel. Ovaj veliki infrastrukturni projekat u mnogome će olakšati život ljudima u Mačvi, Jadru, ali i privući mnoge investitore, dovesti nove fabrike, što znači veće plate, veće penzije. Verujem da znate da je vrednost celog projekta 467,5 miliona evra. Dakle, to je Ruma, Šabac, Loznica, od Rume do Šapca, autoput od Šapca do Loznice, brza saobraćajnica sa ukupno 56 objekata, 2 važna mosta. Mintegy 1000 személlyel több koronavírusos beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában Szerbiában, mint tegnap. Több mint 19 000 tesztet végeztek el a szakemberek, ebből lett 7030 teszt pozitív. A kórházban kezeltek és a halottak száma az előző napokhoz hasonlóan továbbra sem csökkent jelentősen. A fertőzés szövődményeiben újabb 67 személy hunyt el. Az ország egészségügyi intézményeiben 4500 beteget kezelnek, lélegeztetőgépre 190-en szorulnak. Nem csak az idősek halhatnak bele a koronavírus fertőzésbe. Belgrádban nemrégiben egy 46 éves férfi vesztette életét, közvetlenül azután, hogy felvették a kórházba.
Az eset részleteit Tatjana Adzsics Vukicevic, a Batajnica intézmény vezetője ismertette a szerb közmédia műsorában. Mint mondta, a férfi első tünetei múlt vasárnap jelentkeztek, láz és izomfájdalom, melyek a leggyakoribb szimptomáknak számítanak. A Covid egészségházban könnyebb esetként regisztrálták. Állapota azonban rohamosan romlott, csütörtök hajnalban, amikor bevitték a kórházba, már gyakorlatilag alig volt ereje. Ennek ellenére a tüdőröntgen, az EKG és a vérkép sem mutatott semmi rendkívülit. Néhány perccel később azonban elfeketedett a keze, és bár 52 percen át próbálták újraéleszteni, nem tudták megmenteni az életét, mondta Adzsics Vukicevic. A páciens halálát valószínűleg trombózis, vagyis rögösödés okozta, de boncolást rendeltek el. Ja sam zamolila kolege iz radiološke službe da mu se praktično preminulom pacijentu uradi jedan skener koji je pokazao difuzne trombove, znači svuda i ishemijske promjene od glave, pluća, stomaka, gornjih i donjih ekstremiteta. I ja sam znači prvi put od kad radi COVID bolnica Batajnica za ove znači 15 mjeseci naložila da se uradi i sudska obdukcija. Az elmúlt három napban 21.081 új koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon. Meghalt 271, többségében idős, krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 42.631 főre emelkedett. 5.186 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 199-en vannak lélegeztetőgépen. A hétvégi oltási akcióin is több ezren vettek részt. Magyarországon a megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Maradjunk együtt. Ez a házasság hete idei mottója. Továbbra is enyhe marad az időtérségünkben. A híradót követően ma is lesz közügyek. Loboda Árpád már a stúdióban várja önöket. Szervusz, milyen témákkal készültetek a nézőknek? Szervusz, Noémi, köszöntöm a híradó nézőit. Műsorunkban foglalkozunk az április 3-ára kihirdetett magyarországi választásokkal és népszavazással. Elmondjuk a voksolási tudnivalókat a kettős állampolgársággal rendelkezők számára. Ha már választások, akkor Szerbiában is többszintű választásokat tartanak. Az előzetes bejelentések szerint szintén április 3-án. A szerb haladó párt vezetősége pedig ismertette köztársasági és önkormányzati listáját. Ezzel is foglalkozunk ma. A közügyekben beszélgetünk Garai Béla rendező és teatrológus hagyatékáról, akinek tiszteletére ma avattak emléktáblát Szabadkán. Műsorunk végén pedig házasság hete, és természetesen a szerelmesek napja sem maradhat ki. Tartsanak velünk! Árpád, köszönjük szépen! Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter a tárgyalások folytatását szorgalmazza Ukrajnával kapcsolatban. Az orosz diplomácia vezetőinek nyilatkozata a Kremlnek azt a szándékát jelzi, hogy a konfliktus megoldása diplomáciai mederben maradjon. Ez részben ellentmond annak, hogy az Egyesült Államok arra figyelmeztetett, Moszkva bármelyik pillanatban megtámadhatja Ukrajnát, áll az AP hírügynökség összefoglalójában. Moszkva egyébként arra akart garanciákat szerezni a nyugati hatalmaktól, hogy a NATO ne engedje, hogy Ukrajna és más egykori szovjet tagállamok csatlakozzanak a transatlanti katonai szövetséghez. Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonon egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével az orosz-ukrán határon kialakult válsághelyzetről. A két vezető megállapította, hogy a helyzet romlik, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy folytatni kell a diplomáciai erőfeszítéseket a konfliktus békés megoldása érdekében. Leszögezték, szükség van a további párbeszédre, a háború elkerülése ugyanis egész Európa, így Magyarország érdeke is. Azok a szerb állampolgárok, akik jelenleg Ukrajnában tartózkodnak, fontolják meg azt, hogy időszakosan függesszék fel ott tartózkodásukat. Ezt javasolja a szerb külügyi tárca. Arra kérik a jelenleg Ukrajnában tartózkodó szerbeket, hogy folyamatosan legyenek kapcsolatban a kijevi szerb nagykövetséggel. Az országban körülbelül 300 szerb állampolgár tartózkodik, többen már elhagyták az országot. Nem Szerbia egyébként az első ország, amely azt javasolja, hogy állampolgárai hagyják el a területet. Korábban egyebek között Amerika, Németország és Magyarország is ezt javasolta az ukrán-orosz feszültség miatt.
20 éves Vajdaság egyetlen katolikus hetilapja a Hírvivő. Az újságban a nagyvilág és a magyarországi egyházi eseményeiről olvashatnak az érdekeltek, valamint a nagybecskereki és a szabadkai egyházmegyében történt eseményekről is beszámolnak. A Hírvivő folyóiratnak indult havi egyszeri megjelentetéssel, aztán mégis a hetilap mellett döntöttek, mert így frissebb hírekkel szolgálhatnak. A lapot jobbára az olvasók írják, nagyon sok szöveg terepről kerül a szerkesztőhöz. Jelenleg 900 példányban jelenik meg. Úgy éreztük, hogy egy heti lap talán jobban össze tudnánk kötni a hívő közösséget. Tudom, hogy a hírek ma már gyorsan terjednek, percek alatt körüljárja a bolygónkat, de azokat a híreket, amit talán ugye nem viszik olyan nagy nyilvánosság elé, egy-egy kis közösségnek a történetét, eseményét gondoltuk összefoglalni, a másik pedig hát egyfajta küldetés tudattal, és hiszen a jó hírnek a hirdetése az nagyon fontos számunkra. Éppen a fölépítése is olyan, hogy igazából problematikus részeket nem közlünk. A házasság hetét ünnepeljük szerte a világban. Egy eldugott kis szerémségi faluban maradékon kerestük a szerelem és a hosszú házasság titkait. Szabó József és felesége Szabó Ilona már több évtizede együtt vannak. Mint mondják, a szeretet nem múlik el, csak gondozni kell a kapcsolatot. Én mondhatom, hogy akkor lehet mondani, hogy szegényebbek voltunk, de boldogabbak voltunk. Szépen éltünk. Jó, gondolom. Volt sok munka is, még minden, de az mellett is egész más volt. És miért látja úgy, hogy mi a rosszom? Nem tudom, én magam sem vagy megmondani, hogy mi ez. Egyik a másikát meg kell becsülni, az mert nálunk megvan, hogy ő engemet nem sértett meg olyan nagyon soha, még én se jutott, azt néztem. Hogyha még kell valamit mondani, azt lehet sokkal másképp is megmondani, mint sértegetéssel. A közügyekben bővebben is foglalkozunk a házasság hetével, sőt a házaspár életébe is betekintést nyerhetnek. Bálint nap van, a szerelmesek napja. A szokások szerint ilyenkor a szerelmesek megajándékozzák párjukat, vagy üzenettel kedveskednek neki. De több babona és népszokás is kötődik ehhez a naphoz. Ezen szokások nagy része fiatal lányoknak adott segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák, vagy megtartsák szerelmüket. A Bálint nap a szerelmesek napja. A hagyományok szerint a párok ilyenkor ajándékozzák meg egymást, legyen szó ékszerről, vacsoráról, utazásról, édességről vagy virágról. Leginkább a férfiak próbálják a kedvesüket valami széppel meglepni. A virág mindig jó választás. Feleségemmel 15 éve vagyunk együtt, 12 éve vagyunk házasok, így Valentin naptáján mindig igyekszek valamivel őtet meglepni. Most az idén egy cserepes virágra esett a választás, mert szereti az érlő virágokat, és mindig igyekszek ilyen valamilyen kis aprósággal így az ünnepek táján kedveskedni neki. Már reggel óta sok a munka a virágüzletekben. Készülnek a szebbnél szebb csokrok, édességkosarak, csoki és virágdobozok. Nagy a választék. Túlnyomó részt a fiatal generáció jön, és akkor a fiatal házasok, meg akik még párkapcsolatban élnek, leggyakrabban a vágott virágot, vagy ilyen kisebb virágzó növényeket, vagy orchideát szoktak vinni. Mi volt a legkülönlegesebb, amit mondjuk kértek tőled? Újdonság most ez a makaronos dísz, hogy rózsával és kis desszerttel, makaronnal, vagy pedig Ferrero Rocher-t is teszek bele. Ezt szeretik. A férfiak is és a nők is egyaránt. A magyar néphagyomány szerint Bálint napja időjósló nap is. Ha ilyenkor megszólaltak a verebek, közel volt már a tavasz, de fontos eleme volt az ajándékozás is, mondta Vázsonyi Csilla néprajzkutató. Persze kicsit másféleképpen történt Hajdanában az ajándékozás. Két oldalát különböztethetjük meg. Egyrészt kifejezhette a valódi személyes vonzódást, és ilyenkor a kapcsolatot erősítette ez az ajándékozás. Másrészt volt egy közösségi oldala, ami a közösség számára kifejezte, jelezte a kapcsolat fönnállását.
Számos babona és néphagyomány fűződik még ehhez a naphoz, de nem csak a szerelmeseknek jár ezen a napon a törődés, hanem mindenkinek, aki felé szeretettel fordulunk. Továbbra is enyhe marad az idő térségünkben, de számítanunk kell záporokra is. Kedden a délies szél átmenetileg több felé élénk lehet, fagy csak néhol jelentkezhet hajnalban, napközben pedig 5-től 15 fokig melegszik a levegő. Szerdán előfordulhatnak záporok, zivatarok, de napközben hosszabb időre kisüthet a nap. Csütörtökön és pénteken enyhe lesz az idő, annak ellenére, hogy csapadékra is számíthatunk majd. Kiváló eredményeket értek el a szabadkai Spartacus versenymászói a balassagyarmati Palóc kupán. Bognár Nóra nyílt versenyben elnyerte a kupát, saját kategóriájukban pedig 3 első helyezést, illetve 1 másodikat értek el a csapattagjai. Maxim Purlia, Alina Gyakic és Bognár Nóra első helyezést értek el, míg Damian Rapic második helyen végzett. Folytathatja a versenyzést a pekingi téli olimpián az orosz Kamila Valieva. A 15 éves műkorcsolyázó a csapatversenyben aranyérmet szerzett. Az érem átadását azonban ideiglenesen elhalasztották, mert kiderült, Kamila szervezetében még a decemberi országos bajnokságon doppingszert találtak. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság most elutasította az ideiglenes felfüggesztést, így Kamila Valieva elindulhat a holnap kezdődő egyéni versenyben. A döntés azonban nem végleges. A korábbi pozitív doppingteszt következményei még nem ismertek. Így az is előfordulhat, hogy Valieva megnyeri az egyénit, de utólag mind a 2 aranyérmétől megfosztják. A 15 éves orosz lány óriási tehetségnek és nagy esélyesnek számít. A nők közül először ugrott 4 fordulatost olimpián. Eddig tartott a híradó. Érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Leleplezték Garai Béla emléktábláját Szabadkán, egykori lakóhelyén a Korzó 11-es szám alatt. Több mint 67 ezer szerbiai kettős állampolgár vehet részt az április 3-i magyarországi választásokon és népszavazáson. Nem csak az idősek halhatnak bele a koronavírus fertőzésbe. Belgrádban nemrégiben egy 46 éves férfi vesztette életét. Bálint nap van, egymást ünneplik a szerelmesek. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Még több információ várja önöket a honlapunkon, a pannonertv.com-on. Ha tehetik, folytassák velünk az estét, hamarosan kezdődik a közügyek. Szép estét, viszontlátásra!